Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Ebben a videóban kíváncsi voltam, hogy egy asztrológus mennyire képes bizonyíthatóan előre jelezni, hogy milyen változások jönnek az életünkben, vagy mire számíthatunk. És hát ezt nagyon nehezen lehetett volna eddig, de hála a 2020-es évnek és az internet csodájának. Most ebben a jelen pillanatban rengeteg olyan szakember, vagy aki hobbi szinten foglalkozik ezzel, tölti fel az előrejelzéseit dátumra pontosan. Lehet látni, mikor és pontosan mit mondott, mi az, amit előre látott, stb. Úgyhogy most ebben a kísérletben szeretném, hogyha a társaim lennétek, meg fogunk nézni 8 előrejelzést a 2020-as évre, ami nekünk most jelen pillanatban már ugye a múlt, tehát pontosan tudjuk, hogy mi történt benne, úgy globális szinten, és hogy ez egyénileg az életünkre, nekem és nektek is hogyan csapódott le. Ez egy eléggé előre nem látható eseményeket tartalmazó év volt, ami, hogy is mondjam, elég olyan változásokat hozott, amit úgy nagyon félrebeszélni nagyon nem lehetett benne. Tehát olyan nagyon félrebeszéléseket nem is fogok bevágni, tehát próbálom azokat a specifikációkat kikeresni ezekből a videókból, ami konkrétan valamilyen irányvonalra, valami tendenciára, valami korszakra, valami rendkívüli eseményre hívja fel a figyelmet. Szeretném most konkrétan, tényleg a lehető legracionálisabban megnézni, hogy mennyi volt ezekből az előrejelzésekből a helyes, a látható, a minden szempontból értékelhető asztrológusi teljesítmény, hogy úgy mondjam, előre jósolt globális jelenségekre felhívták-e a figyelmünket. Erre vagyok elsősorban kíváncsi. Én most itt előre leszögezem, hogy az én csillagjegyem Vika, és az uralkodó elemem a Föld, az uralkodó bolygón pedig a Vénusz. Meglátjuk, hogy ezek közül valamelyik megjelenik ezekben a videókban. Én azt szeretném javasolni nektek, akik ezt hallgatjátok, hogy alapvetően egy picit használjátok a tudományos gondolkodásnak azt a részét is, hogy amikor új információt hallunk, akkor azt nem élbe elutasítjuk, hanem először is még szkeptikusan hozzáállunk, de nyitottan megfontoljuk azt, hogy milyen következménye van annak, hogyha ezt mondjuk megfogadjuk, vagy esetleg is milyen rizikója van annak, mi az, amit nem szeretnénk ebből átvenni, és nyitottan megfontoljuk azt, hogy egyáltalán van ennek értelme, a mi életünkre alkalmazható-e, ahelyett, hogy ezt mondjuk élbe elutasítanánk, vagy élbe elfogadnánk. Mindannyiunkat érint az a fajta milyen belső szorongás, hogy van-e értelme az életünknek. Az életünkben megtörténő eseményeknek van-e valamiféle rendezettsége, okkal történnek ezek, vagy egyébként teljesen véletlenszerűen. Megvan a tudományos konszenzus, hogyha valaki mondjuk vallásos, vagy valamiféle átfogó világnézeti rendszert a magáévá tesz, akkor ez csökkenteti a szorongását egy bizonyos tekintetben, hiszen értelmet tud adni a világnak az eseményeinek. Tehát ebből a nézőpontból is vannak olyan előnyei, amik a lélektanilag hasznosak lehetnek. Az asztrológia egy önsors világismereti antropológiai rendszer. Hogyha valaki elmegy egy asztrológushoz konzultációt folytatni, mert hogy ez nem tanácsadás, hiszen tudjuk, hogy egy önismereti helyzetben nem adunk tanácsot, mert az nem önismereti helyzet, de ugyanakkor meg nem terápiás szituáció, tehát az meg annál több. Az asztrológia a planétákat, vagy olykor az állócsillagokat úgy használja, mint egy vonatkoztatási rendszer. Mondjuk a géntérképből öröklött hajlamokat, egyebeket meg tud állapítani. Valójában a égitestek mozgása pontosan azért, mert az univerzum valahol egységes, ezt már a tudomány is tudja, hogy nincs véletlen, hiszen minden mögött törvényszerűségeket fedez föl. Legfeljebb a tudomány azt mondja, hogy amiről nem tudunk, akkor az véletlenszerű. Mint vonatkoztatási rendszer használja az égitesteket, mert azokkal elég jól lehet, exakt módon lehet számolni, de ez nem azt jelenti, hogy ők okoznának bármit. Ez picit olyan, mint a hőmérő, kitesszük az ablakba, vagy az erkélyre a hőmérőt, és akkor látjuk, hogy hány fok van, de tudjuk, hogy nem a hőmérő okozza azt, hogy hány fokra emelkedett, vagy süllyedt a levegő hőmérséklete, hanem az időjárási tényezők. És ezáltal ugye tudatosulni tudunk, jobban felelősséget tudunk vállalni önmagunkért. Hát ez egy önismereti gyarapodás. Nálam is tanulnak, illetve én is végeztem együtt
pszichiáterekkel, pszichológusokkal, mert hát az asztrológiához, ugye az asztrológia fókuszában az ember van, az emberi psziché van, az emberi sors van, ezért érdemes olyan tudományt tanulni hozzá, legyen fogalma, és minél mélyebben a fejlődés lélektanról, viselkedés lélektanról, hogy tudjon segíteni, el tudjon igazítani, hogy segíteni az embert önismeretében és önébredésében. Van egy olyan rész, ami egyébként említetted a bulvár változatot. A prognosztika, ami talán félreérthető, van egy ilyen rész, hogy prognosztika, a prognózist, ha más nem a mindennapi időjárás jelentésből ismerjük ezt a fogalmat, ahogy a meteorológus sem azt mondja el, hogy pontosan 14 óra 12 perckor Budapest 13. kerületében kitör egy zivatar, hanem azt mondja, hogy mondjuk szorványosan, vagy bejön egy hidegfront délután. Azt sem mondja, hogy a meteorológus, hogy XY a valamelyik városból vegyen magához esernyőt, mert hajlamos otthon hagyni, hanem nyilván általános tendenciákról beszél. Benne van az, hogy valamit mintha jósolnánk, de nem azt jósoljuk, nem is tudnánk, meg nincs is joga ehhez egy segítő személynek, még ha abszolút értelemben tudná is, hogy mi lesz velünk, hiszen egy önébredő, valamilyen mértékben szabad választással, szabad akarattal rendelkező lények vagyunk, és ez szerintem a tudatszintünktől nagy mértékben függ, és az önismereti, milyen önismereti dimenzióban vagyunk tulajdonképpen. A prognózis arról szól, hogy aktuálisan egy adott időszakban mit tapasztalhatunk annak érdekében, hogy jobb emberré váljunk, milyen témákat kerülhetnek föl, például az árnyékunkból, a tudattalanunkból, milyen projekciókkal, kivetítésekkel találkozunk a külvilágban, és ezt hogyan tudjuk arra használni, hogy ébredjünk, hogy gyarapodjunk, és ezáltal a személyiség életé gazdagabbá váljon. Illetve hát bizonyos időszak esetleg mire alkalmas, vagy kevésbé alkalmas. Tehát ugyanúgy, mint egy szántóvető ember, vagy egy kertész tudja, hogy mondjuk szabadföldre ezen az égőben januárban nem érdemes paradicsompalántát kiültetni. Ez nem helyettesíti például a pszichoterápiát. Így van, nagyon fontos, ki hol tart az életében, esetleg milyen megdolgozandói vannak, attól függ, hogy például milyen fokú önismereti helyzetre, vagy akár terápiás helyzetre van szüksége. Nyilván előfordulhat az, hogy valakinek olyan jó a reflexiója, vagy éppen olyan időszakban van, amikor nincs szüksége plusz segítségére, és pusztán elég az a tükörbenézés, amit ez asztrológia horoszkóp nyújt. De most mondok egy szélsőségesebb példát, ha valakinek egy súlyosabb elakadása van, egy megdolgozatlan alapzavara van, hogy így mondjam, és ott már egy életválságok vannak, nagyon súlyos tünetképzések vannak, kontraverziós tünetek, vagy bár pszichoszomatikus tünetek, hát ott orvosra, vagy pszichiáterre, vagy pszichoterapeutikus helyzetre van szükség, és ez fontos, igen, hogy lássuk, hogy ki hol dolgozzon tovább magán. A szellem vagy a lélek ébredésének a stációja egyik oldalról, másik oldalról pedig az életszínpadán eljátszott szerepek, tulajdonképpen archetípusok, archetípusz, őstípus, ugye Jung értelemben ősminták, amik ugye a kollektív tudattalanban léteznek, óriási érzelmi energiával bírva átadódnak generációról generációra. Spirituálisan úgy is mondhatjuk egy bizonyos megfogalmazásban, hogy a teremtőtől vagy az Istentől eltávolodott analógiák. A prognosztikával az időnek a minőségét vizsgáljuk, hogy mi van azért, mi van a kollektív tudatban, a tudattalanban, hogy hol van a napunk, akkor az maga az én tudat, maga az identitás, hol van a holdunk, az a tudattalan működésünk, hogy a Merkurunk, az a kognitív teljesítésünk, kognitív működésünk, a Mars az akarati működésünk, és így tovább, tehát ezek nem tőlük függetlenek. Lehet ezt felelősséghárításra is használni, hogy valaki azt mondja, hogy azért vagyok agresszív, meg azért viselkedtem így veled, mert így áll most a Mars, vagy az én Marsom, de tudjuk, hogy ez nem önismeret, hanem egy felelősséghárítás. Transzcendálni pedig azt látom, és azt gondolom akkor lehet, hogyha már van egy fölépített személyiség, tehát bejártunk egy utat, tehát nem véletlen, hogy abban a tudás, az érettség, a felnőttség, magasabb szinten a bölcsességet jelentő archetípus. Nincs ilyen hype-olt aktuális időmérőség, vagy világvége várás, viszont most volna okunk, hát nem is a világ végét várni, de volna okunk fölkészülni a krízisekre, és volna okunk fölkészülni a transformációra, mert hogy egy olyan időszak előtt állunk, nem véletlen, hogy az előadásomnak adtam egy ilyen szimbolikus címet, ha már szimbólum, hogy a kígyó lebedli bőrét, avagy alcím, milyen idők várhatnak ránk, várnak ránk tanításokkal és lehetőségekkel a következő években, hónapokban, mert hogy transformatív.
Itt három dolgot szeretnék kiemelni. Olyan alap dolgok kerülnek most szerintem nagy változás górcső alá, és lesz lehetőségünk felébredni, átdolgozni. Nyilván ez mindig jár áldozattal, mindig jár krízissel, kinek-kinek tudatszintjétől függően természetesen. Az egységhez való viszonyunk tisztázása, ez most nagyon-nagyon színpadra fog kerülni, mert hogyha ez az egység nem valódi egység, nem egy bejárt út van mögötte, akkor könnyen, hogy is mondjam, manipuláció lehet belőle, könnyen káosz lehet belőle. Akkor tudunk önzetlen lenni, ha már definiáltuk magunkat, hol tartunk például az identitásunk fejlődésében, lerendezésében, ez nagyon nem mindegy. Például ennek a tisztázása, hogy mi a szabadság. Hogy a szabadság az vélhetően és tapasztalaton nem kívül keresendő, hanem belül. Hogy a szabadság az nem azonos a szabadossággal. Hát szoktam mondani viccesen, hogy ki lehet menni a parlament elé le a gravitációval, feliratú táblákkal tüntetni. Nem biztos, hogy ettől meg fog változni az egy Gauss gravitáció. A harmadik, ami ide tartozik, pedig az állandó változás. Hát most olyan idő jön, amikor egyrészt a szeretet-szabadság kérdést fontos helyre tennünk, és olyanra lesz lehetőségünk, szerintem sorstól, életszakasztól, tudatszintől, személyiségérettségtől függően, van, aki kényszerűen, van, aki a pszichológia használja belső kinyomásból, van, aki eddigi dolgok gyümölcseként belátásból, vagy egy égi kegyelemből, de szembenézhetünk olyan személyiség részeinkkel, tartalmainkkal, amivel eddig nem néztünk szembe, vagy nem tudtunk, vagy nem olyan mélyen, olyan karmikus tartalmakat, amit valahonnan mélyről, vagy messziről, vagy magasról hoztunk, azoknak az átdolgozására sor kerülhet, az emberi történelmet és a karmát is nagy mértékben, ha nagyon leegyszerűsítem, a tettes áldozat játszma, hogy is mondjam, mozgatja, hogy vagy a tettesbe vagyunk benne, vagy az áldozatba vagyunk benne, nézzük meg a politikát, a gazdaságot, a történelmet, és így tovább. Erre most nagyon nagy szükségünk lesz a gyökeresebb önismeretre, a mélyre hatolásra. Szokták mondani, a pszichiáterek és a fogorvosok a dolgok gyökeréig hatolnak. Hát most érdemes és kell szerintem a dolgok gyökeréig hatolni. Ha ezt kollektív síkon nézzük, akkor azért nézzünk szét a világban. Tehát az a helyzet, hogy itt most már nem csak az emberiségnek a szellemi és morális túlélése forog veszélyben, fizikai túlélésünk is kérdésessé válik, és ez pedig egy személyiség és tudatváltozással érhető csak el, meggyőződésem szerint. Világértelemben is lesz, fokozódni fognak a válságok, az átalakulások a természetben, a természet és ember viszonyában, a gazdaságban, a politikában, a társadalomban, az egymáshoz való viszonyunkban, az élő környezettel és az önmagunkhoz való viszonyunkban. Itt a kulcs, az önébredés, közösség tudatszintje akkor fog emelkedni, bizonyos csoportdinamikai folyamatok akkor fognak másképp alakulni, hiszen akkor termelünk ki például érettebb és felelősebb vezetőket, akár egy kisebb közösségben, nagyobb közösségben, vagy országban, vagy világszinten, hogy az adott közösségnek milyen a tudatrezgése, a tudatszintje, a személyiség érettsége, és mi van az adott közösség tudattalanyában elfolytva, akinek nincs önismerete, az nem tud élni a szabadságával, az hiába választ demokratikusan, abból vagy káosz lesz egy idő után, vagy pedig előbb-utóbb demokratikusan megválasztott rendszerekben is turannosz vezetők lesznek. Ugye azt lehet látni, hogy a világ folyamataiban akkora hatalma van már az embernek, hogy eléggé megkérdőjelezhető az, hogy vagyunk-e annyira érettek már, hogy ezzel a hatalommal tudunk élni. Ott van például a génmódosításnak a kérdésköre, ott van például a mesterséges intelligencia kérdésköre, ott van például a környezetszennyezésnek a kérdésköre. Az orvos tudományban is jelentős felfedezések vannak, szóval nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amihez kell egy nagyon komoly fokú személyiség érettség és gondolkodásmódbeli érettség, ahhoz, hogy ezzel a hatalommal jól tudjunk élni, ha egyáltalán bármikor is lehetünk azon a szinten, hogy jól tudunk ezekkel élni, hiszen a döntéseinknek általában vannak akaratlan következményei. Most olyan, mintha gyorsabban, kollektív síkon be kéne pótolnunkat, és gyors talpaló módon föl kellene nőnünk ahhoz, hogy például mennyire fejlett, magasan fejlett a technika, a külsődleges tudása az emberiségnek, és ahhoz képest messze elmarad adott esetben sokszor, nem mindig, az érzelmi intelligenciája, a belső tudatossága, az önismereti szintje és az önreflexiója, és ebből óriási problémák lehetnek. Sajnos vagy nem sajnos, hogy kényszerek árán tanítani fog bennünket. Indul egy olyan periódus, már itt van a nyakunkon,
ami arról szól, hogy a materializmus kora lejár, legalábbis ennek a, ez a formája, amit eddig ismertünk, ami nem azt jelenti, hogy ki kell dobni az anyagot, meg a matériát, meg bármit, vagy a pénzt, hiszen a pénz is csak egy eszköz, hanem egy megfelelő, sokkal szellemibb, érettebb, tudatosabb hozzáállást kialakítani az egóval. Ugye a spiritualitás azt tanítja, hogy az egót használod úgy, mint egy eszközt, a testedet, a rád bizott létdagozatokat, viszont úgy, hogy becsüld meg őket, hogy egy vagyunk a földdel, hogy forgass vissza a dolgokat. Tehát megint, amire utaltam a szabadság kapcsán, hogy úgy válunk szabaddá például, hogyha tágítjuk a tudatunkat, és egy más nézőpontot veszünk föl. Ugye itt két olyan erő találkozik, ami harhetikusba fogalmaznánk, a bölcsöreg találkozik a mágussal. Ha más nyelven fogalmazom, nem ilyen arhetipikus nyelven, akkor azt mondanám, hogy nagyon-nagyon fókuszba kerül az érettség, a felnőttség, a felelősségvállalás, a mélyrehatolás a nem látható dimenziók felé. Tehát a világ rejtett működése felé, a tudattalanunkért, az árnyékunkért vállaljunk felelősséget. Tehát egyszerűen tágítani kell a látókörünket, és ez erre lehetőségünk is lesz, tehát nem csak kell, nem csak kényszerítve leszünk rá, hanem lehetőségünk is lesz. Ez már látható volt nagyon, ezek a folyamatok nagyon régen elkezdődtek, és ezt a dolgot is, hogy most példaként hozzám, érdemes rögtön három dimenzióban látni. És egyébként láthatjátok, hogy nem áll messze a tudománytól. Egy, ha valaki ismeri a földrajzot és a csillagászatot, akkor tudja, hogy a Földnek természetes ciklusai vannak. Természetes, hogy az éghajlat szélsőségessé válik időnként. Ez olyan, mint hogy a kapitalista gazdaságban természetesen bele vannak kalkulálva a válságok. Ez van. Viszont van egy másik sík is ezzel párhuzamosan, ami arról szól, hogy itt történik egy nem feltétlenül morális és tudatos emberi beavatkozás már nagyon régen a Földön az élő természettel, és nem lehet tudni, hogy ez a kettő interferál, ebből mi lesz. Ez olyan, mint ha valaki gyógyszert szed, ráiszik alkoholt, és még valami kábítószert is. Hát ki az a toxikológus, hogy előre megmondja, hogy akkor most pontosan mi lesz belőle. És van egy harmadik dimenziója, ami nagyon fontos, ezt tartom a legfontosabbnak. Ne azért ne lopjon valaki egy boltba, amikor bemegy, mert észreveszi, hogy nincs bepakamarázva, hanem azért, mert van egy belső belátása. És ez azt jelenti, hogy amikor látok egy ilyen időminőséget, akkor most több jelenséget is így gorcső alá vehetnénk, akár részenként, hogy minimum három síkon megnézni, és ez azt jelenti, hogy ezt a három síkon ugye mindegyikre ránézek, és így tud elkezdődni valami transformáció, mert ha valamit magasabb szinten vagy mélyebb szinten nem értek meg, akkor nem tudok gyökeresebb változásokat végrehajtani, és nem tudom gyökerében kezelni a problémákat, és az a helyzet, hogy olyan problémák állnak most folyamatosan, és fognak állni, ezt viszont merem mondani az emberiség elé, amit már nem lehet tünetinek kezelni, amit már gyökeresen kell kezelni, és nagyon sok ember életében, személyes életében is ilyen témák jönnek be itt a következő években. Egyrészt, ha a személyes szférát nézzük, akkor rájöhet pontosan ezekre a vakfoltokra, amivel a pszichológia is foglalkozik. Jó, mi is az indítékom, mi is a szándékom, miért is csináltam ezt? Tehát mi az, ami nagyon virtuális, és nagyon belehelyeztük a szabadságunkat, úgy hívják, hogy pénz. Tudtam, hogy ez a két arhetipus mikor találkozik az égen, na valószínűleg akkor lesz pénzügyi válság. A szeretett kapcsolatainkat tudatosan, bármilyen emberi kapcsolódásról is van szó itt ebben az ünnepkörben, és tudjuk megélni a valódi jelentését az új évkörnek, az újjászületésnek, úgy is mondhatnám, hogy boldoguljunk, haladjunk a boldogság útján minden síkon. 2020 a célok éve. 2020-ban rendelkezni fogunk egy hatalmas megvalósítási energiával, hatalmas maximalizmussal, kitartással. Úgy értem, hogy legyen célunk. 2020-ban nem az lesz a nehéz, hogy csináljunk valamit, hanem sokkal inkább az, hogy néha engedjünk magunknak pihenőt. De ha bármi olyasmi van az életedben, amit már évek óta szerettél volna megvalósítani, azt most vedd elő, és fordíts rá energiát, fordíts rá figyelmet, és ez meg fog lódulni. Hangulatváltozásaink lesznek, sokszor mi magunk se értjük saját magunkat, de ennek általában nincs kívül nagyon erős hatása. A külvilágban most bizony nagyon erőteljesen meg tud reakcióként jelenni, mert azzal az erős megvalósítási energiával nagyon gyorsan oda tudunk vágni. Az év egyik fontos tanítása az, hogy ne engedjük, hogy a pillanatnyi érzelmeink vezéreljenek bennünket, mert most nagyon könnyű észrevenni, ha elmentünk rossz irányba, mert nagyon gyorsan
konfliktus formájában megjelenik fizikai síkon. Nekünk se fog tetszeni, mert 2 perc múlva nagyon meg fogjuk bánni. Viszont a másik oldala ennek a párosításnak, rettentően empatikusak leszünk. Tényleg szeressük egymást, segítsük egymást, mutassuk ki, tartsuk kordában az érzelmeinket olyan szinten, hogy ne engedjünk, hogy bárkit megbántsunk, akit nem szeretnénk, és tegyünk 2020-ban a céljainkért, mert nagyon sokat haladhat előre az életünk. Kardinális klimax éveiben vagyunk. Sok-sok szempontból különleges. Az történik, hogy a Jupiter, aminek 12 év a ciklusa, a Szaturnusz, aminek 30 év a ciklusa, a Plutó, aminek 250 év a ciklusa, találkoznak egy helyen. Hát jelentős geofizikai és geopolitikai események ebben az időszakban, amiben vagyunk, és hát most leszünk a közepén ennek az időszaknak. Ez a kardinális kereszt, ez tökéletes arra, hogy új életdöntéseket hozzunk, olyan döntéseket, amivel teljesen új mederbe tereljük az életünket. Hogy nagyobb felelősséget vállaljunk a saját életünket, vagy a világet. A Szaturnusz az arról szól, hogy védem mondjuk magam. Egy kiemelt időszakban vagyunk. Január 12-e délután 14 órára készített asztrogram. Hát én messze menően nem szeretem a jóslatokat, azt mondtam, de hogyha már az ember úgymond elkezd jósolgatni, akkor figyeljen oda egy kicsit, és legalább nézzen utána, hogy mit jelentenek a karma pontok, mert az szerint eddig is alakult eddig is a világ sorsa, és az szerint fog. Durva konstelláció lesz, milyen fordulatok lesznek. Azt hiszem, hogy ebbe az évre is. Az embernek, az emberi létezésnek a célját, a rendeltetését kell ilyenkor figyelembe venni. Nem úgy, mint egy materialista tudományban. Ebben ez az év úgy kezdődik, hogy a halakban van a Lilit, tehát ahol még minden homályos, minden zavaros. Elég lesz az, hogy a Szaturnusz és a Plutó meg a sárkányfarok ott marad még jó sokáig, és ugye az év eleje emiatt elég nehézkes lesz. És nagyon sok ember, aki gondolja, hogy na most ezt csinálja, és azt csinálja, és tervek vannak, nagyon sok terv akadályoztatva lesz. Az átmegy a harcias szférába, a kosba. Az lesz ottan, hogy mondjam, nem is sírás és rívás, és az fogaknak csikorgatása, de lesz ott harciasság elég. Lehet, hogy még háború is kirobban mondjuk, és lesz háború. A bak meg olyan, mint a bástya, negatívan is, pozitívan is, vagy mint a csökönyös szamár, tehát ott egy csomó mindent nem fog engedni. De mindenkinek a nyavajája ez lesz, hogy engedni vagy nem engedni, nyakaskodni, vagy mint elefánt elszakítani a láncokat, mert az elefánt és a kecskebak és a szamár tartozik a bakhoz még. Ugye nem véletlenül, meg a bagoly, a bölcsesség. De nagyon kemény erők feszülnek. Itt nem tudom, hogy mennyire kedvező egy ilyen kicsi országnak, mint Magyarország. 2020-as évben fogunk bekukucskálni, még azok a fő trendek, amik most érvényesülnek. Körülbelül az év első feléig folytatódik a 2019-es évben megtapasztalt erőteljes változások, sokszor szélsőséges hatások. Most a bak jegynek a nagyon erős hatása, amely a tekintéllyel összefügg, és a bak jegyét uraló Szaturnusz is, ami ebben a jegyben már jó ideje tartózkodik, együtt áll a Plutóval, ami a transformációt hozza, illetve a Plutónak a szerepe az, hogy,
hogy mindent megjavítson, és újjá varázsoljon. A Szaturnusz és a Plutó együtt nagyon nagy változásokat, sorszerű változásokat indított el. Másokkal szembeni tekintélyünknek a megtartására tanít, hogy önmagunk tudjunk lenni, ez a legnehezebb feladat, de ez is a kihívása ennek az időszaknak. Ez globálisan is érezhető, ez a változás. Úgy kell elképzelni ezt az átalakulást, mint amikor mondjuk egy növényt vagy egy fát visszametszünk azért, hogy értékes hajtásokat hozzon. Óriási új élet kezdete is, hozzáteszem, nem teljesen a gyökerétől, hanem meghagyva azt, ami egyébként meg jó volt. Kommunikáció, tanulás, rokoni kapcsolatok alakulhatnak át, vagy az ezzel kapcsolatos felfogásunk. Szóval ezek hosszú távú folyamatok, megéri a befektetés. Sokan nagyon nehéznek élik meg ezt az időszakot, valóban sokszor nyomasztó energiák, hogyha megnézzük a Szaturnusz és a Plutónak a jelentéseit, de ezek az időszakok mindig jók arra, hogy ráébredjünk valamire, ráébredjünk arra, hogy valamit nem jól csinálunk, vagy nem jó irányban haladunk, hiszen a Jupiter, mint sorsbolygó és a nagy szerencse bolygója, arra is mindig érdemes odafigyelni, hogy milyen lehetőségeket hoz, mi az, amiben a figyelmünket helyezzük, ahol gyarapodást tudunk elérni. Hát nem meglepő, de ez is a bak jegyében lesz, minden itt a bakok, ők a all-in, a megfogható gyakorlati tudást részesíti előnyben a hit bolygója, illetve a magasabb tudás, bölcsességnek is a jelölője. Azt emelném ki a Jupiter esetében, hogy találjuk meg azokat az embereket, vagy azokat a szellemi vezetőket, akik utat tudnak mutatni, vagy közelebb tudnak vinni minket a saját belső tudásunkhoz, hogy ki tudjuk hozni ezt a bölcsességet, és használni tudjuk. A Hold éve következik, nagyjából 2020-as évben a hangulataink is hasonló módon fognak változni, jellemző lesz a sok érzelmi megtapasztalás, hullámzás, hol a nyitottság, hol pedig a bezártság fogja adni, vagy lesz meghatározó. Az otthoni, családi ügyek központi szerepet kapnak. Az önmagunkról való gondoskodást is a Hold képviseli. A Hold éve az mindenképp azt gondolom, hogy sok kiszámíthatatlanságot fog hozni, úgyhogy akik be vannak rendezkedve olyan életre, vagy olyan életre vágynak, hogy kiszámítható legyen minden, hát azok jó, hogyha felkészülnek, hogy bizonyos események felett nem lesz kontroll lehetőségünk, még azok felett se, amik korábban úgy éreztük, hogy mi tudjuk irányítani. A szaturnuszi hatás részben itt is megmarad, mert a vízöntő jegyét a Szaturnusz uralja, még a társ uralkodója az Uránusz, amely az új irányzatoknak a képviselője, ami az elkülönülés, az önállóság és a saját egyediségünknek a felvállalása fele visz, de itt a közösségek, minthogyha úgy jönnének, vagy úgy alakulnának, hogy mindenki a saját egyediségével tud már ehhez a közösséghez hozzájárulni, és ez a nagy csorda szellem, ez így nagyjából így szét is esik, mert mindenki egyre jobban felismeri azt, hogy mire képes, él a tehetségével. Ugye egy érdekes változás indult el, tehát ez már érezhető 2019-ben is, és ahogy a Szaturnusz átnéz szomszédol egyet, egy rövid időre ugyan, de belekóstol a vízöntő új elveibe és azoknak a megkérdőjelezésébe, amelyek már nem tudnak, tehát egy új felfogásnak a megszületése fele fog minket terelni. A nyár az lesz talán a legnagyobb forduló ponttal bíró időszak. A Mars a Kós jegyében folyamatosan egy kvadrátban fogja tartani, úgymond egyfajta feszültséget fog gerjeszteni,
amely komoly változásokat idézhet elő, változások alatt értem itt most inkább kényszerű változásokat, szükségszerű változásokat, amelyek, tehát olyan, mint hogyha itt elérné valami a csúcspontját. Tehát háromszor is fogja érinteni a Szaturnusz-Plutó-Jupiter együttállását, és amikor lassú bolygókkal kapcsolódik egy ilyen Mars, az mélyreható, nagy erejű változásokat, kezdeteket, fordulatokat tud előidézni. Nem arról szól, hogy teljesen új dologba belekezdjünk, mert ez már 2019-ben azért elkezdődött, hanem hogy végigvigyünk bizonyos folyamatokat, amikkel önazonosakká tudunk válni és fejlődjünk. Természetesen függ a saját születési horoszkópunktól is, de talán a földjegyek azok, amik a legjobban tudnak profitálni, mert ők tudnak a legjobban összehangolódni ezekkel az energiákkal, illetve talán a kos és a bika jegyűek azok, akik nagyobb változásra számíthatnak, vagy akik jobban ki fognak mozdulni az eddigi komfortzónájukból. A négyes szám azt jelenti, hogy azt tesszük-e, amiben hiszünk, tehát amiben hiszünk, az alapján cselekszünk-e. Tehát nagyon fontos, hogy ebben az évben minden, amit cselekszünk, az a belső hit alapján történjen, és ne külső elvárásra, ne azért, mert meg akarunk felelni, ne azért, mert valamilyen csoporttudatosságba bele akarunk illeszkedni. Ugye tudjátok, hogy a teremtés alapvetően négy részből áll, hogy az első része a szándék, ebben van az érzelemmező is, ezt követi a gondolat, a szó és a tett. Mivel amit hiszünk, az alapján cselekszünk, nagyon sok spirituális tanítás és nézet a teremtés vagy felemelkedés évének tekinti 2020-at. Pont azért, hogy ráleljünk azokra az eszenciákra, mozgató rugókra, amik valójában bennünk vannak, letisztítsuk róla azokat, amiket kellből, muszájból, megfelelésből, bármi miatt felvettünk az életünkben, és ennek hatására tudjunk cselekedni. Ebben az évben fókuszban van a hit. Minden, amiben hittünk, megkérdőjeleződhet, egy csomó mindenben korábban hittünk, és nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk arra, hogy változtassunk, tehát a rugalmasságot is fogjuk gyakorolni. Felnőtté válás éve, vagyis a felelősségvállalás ideje. Nagyon sok olyan asztrológiai hatás van, konstelláció az égen, amik azt erősítik, hogy igenis vállaljunk felelősséget a bennünk lévő szándékért, és az ehhez társuló folyamatért, amit ugye a cselekvés zár. Tehát nagyon fontos, hogy mindaz, amit teszünk, vissza fog igazolódni ebben az évben, hogy ez jó, vagy kevésbé volt jó, és érdemes rajta változtatni. Aki eddig konfliktuskerülő volt, aki eddig hárította azt, hogy belenézzen az életébe, aki eddig megpróbálta másokra kivetíteni a benne lévő feszültségeket, ezen típusú emberek számára nehéz év várható. Az ilyen típusú embereknél nagyon komoly indulat és haragpontok aktiválódhatnak. Nagyon fontos arra figyelnetek, hogy mi az, ami ekkora indulatot vált ki belőletek. Bizony felelősséget kell vállalni azért, amiből ez fakad. Vagy ki kell dolgozni, millió technikát ismertek rá, vagy meg kell lépni valahogy máshogy. És jön a cselekvés. Nem elég lesz a dumcsi. Ne elkezdtél dolgozni, meg kell lépni. Hogy idei évre végre a kapcsolatok rendeződésének az éve is lesz, valamint az együttműködéseknek az éve is. Felnőtté válás az kortól függetlenül. Jó? Tehát csillagászatilag is így van egyébként most. Tehát ha eddig mindig másokat raktál előtérbe, fog segíteni az élet abban, hogy végre szedd magad előre. A tavalyi évben egyébként, ha megfigyeltétek, részben szétszakadások voltak, maga a hamis kapcsolatok azok elég gyakran megszűntek létezni, ugyanis ennek a nem tiszta energiának a elvesztése volt a cél a tavalyi évben, pont azért, hogy idén tudjuk összerakni és felépíteni a céljainkat, és az ehhez szükséges embereket, ehhez szükséges segítőket, hogy tudjanak hozzájárulni a tovább lépésedhez, na idén meg fognak érkezni. Ezért ne csodálkozzál azon, ha új munkahelyed lesz, tovább emberi kapcsolatok is változni fognak, tehát nem csak a munkahely, hanem az emberkék is eltűnhetnek az életetekből, és érkeznek újak, mivel az idei év az együttműködés, a kapcsolatok rendeződéséről fog szólni. Rendeződjenek ezek a kapcsolatok.
ha bennetek van a szándék, amit Móni mond, hogy szeretnénk megoldani mind a ketten, biztos lehetsz benne, hogy kaptok rá lehetőséget, kaptok rá segítséget. Az idei év még továbbá arról is fog szólni, hogy megérkezik az egyenrangúság. Mit jelent ez? Az aláfölé rendeltség bizony Bukovári el fog menni a csuriba, tehát meg kell tanulnunk bizony-bizony együttműködni a barátainkkal, együttműködni a párunkkal, és egymás mellé kerülni. Ez bizony járhat konfliktusokkal is. Ha te mondjuk mindig bementél a párodalás, persze drágám így lesz, egyszerűen belső ösztönös zsigeri érzésed lesz, hogy kiverd a balhét. Nem azért, mert nincs jobb dolgot, hanem azért, mert szeretnél mellé kerülni és egyenrangúan működni. A 2020-ban köttetett szerződések gyümölcsözőbbek lehetnek pont azért, mert ezek a kapcsolatok tiszta energiából indulnak ki. Kiszállnak az emberek az általuk ráhúzott szerepből. Eléggé új időszak lesz, és eléggé fel fognak erősödni a szövetségi viszonyok is. Hogy a meglévő kapcsolatoknál szintén benne van, és a családokban szintén benne van ezek az energiáknak a működése. Ha anyukával, apukával nincs túl jó viszonyod, A-verzió, lehetőséget kapsz, hogy rendezd ezeket a dolgokat, B-verzió, el is lehet távolodni. Ebben az évben különös jelentősége van a teli holdaknak, mindegyiknek van valami meghatározó szerepe, mindent felforgató felismerések időszak bizony nem egyszerű szembenézni azokkal a kihívásokkal, amik most érkeznek. Minden, ami az eddig az aláfölé rendeltséget szolgálta akár a kommunikációban, az elkezd tisztulni. Aki domináns és leuralja a másikat, az valószínű rosszabbul érzi magát, és fog sok olyan példát kapni, amiben megugorhatja azt, hogy együttműködőbbé váljon. Aki alul működik, valószínűleg nagyon sok támogatást, vagy épp bántást fog azért kapni, hogy észrevegye, hogy bizony arról a lépcsőfokról feljebb kéne egyet lépni, és ki kéne állni önmagáért. A hármas szám kombinációja is előtérbe kerül. Ez pedig azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy egy dolog háromszor mutatja meg magát ebben az időszakban. Az elképzelhető, hogy háromféle minőségben fog megmutatkozni az életünkben, egyfajta hármas eseménysor láncolatban leszünk akár ugyanannak a tanúja. 2020-at még a lehetőségek éveként is emlegetik. Ez azért nagyon fontos, mert aki elindul az új irányába és nyit arra, hogy fejlődjön, hogy tovább haladjon, az sokkal több lehetőséget kap ebben az évben, mint az összes többi eddigi évben megelőzően. Bizony-bizony pucolódás, takarítás is várható. Aki már nem szolgál téged, nem segít téged, valószínűleg célszerű elengedni. Nem mondom, hogy kell, de célszerű elengedni. Előtérbe kerülnek a művészetek, a kreativitások, és lehetőség fog adódni arra, hogy a kommunikációs képességeinket felerősítsük. Sok lehetőséget fogtok kapni arra, hogy kimondjátok, ami bennetek van. Ugyanis 2019 év vége és 2020-as év eleje az ego puhításnak az éve. Mit jelent ez az időszak pontosabban? Muszáj lesz és kénytelenek vagyunk feladni, elengedni azokat a hitrendszereket, amikről azt gondoljuk, hogy meghatározzák, hogy kik és mik vagyunk. Amikor sírva ríva, akár hisztizve rázzuk az öklünket, ki vagyunk akadva, hogy ez már pedig akkor is így van, végül akkor is engedni fogunk ennek a külső erőnek, és muszáj lesz megmutatni a valódi énünket, a valódi lénünket. Egyszerűen muszáj lesz önmagát megmutatni ego nélkül. Az együttműködés, az összetartozás, a támogatás meg fog érkezni. És megérkeznek a sorsfordító időszakok. Nagyon sok Lilith hatás lesz az égen. Azok a nem feltétlenül fényes oldalaink, amikkel rendelkezünk, megmutatkoznak. Mélyebben éltek meg dolgokat, több a szenvedés bennetek, teljesen normális. Azért történik, hogy a nemesebbik részünk csiszolódhasson. Tulajdonképpen Lilith volt az első nő, aki Éva előtt leszületett a földre, csak a fáma szerint visszautasította Ádámmal való életet és azt az elköteleződést, amit ez jelentett volna, úgyhogy önszentából kilépett.
Most ezek a Lilith hatások pont azt a makrancosságot, pont azokat az ego túl működéseket, pont azokat a játszmákat hivatottak megmutatni, amik bennünk vannak. Jobban kell tudnom elengedni a gyeplőt, a kontrollt, jobban kell tudnom élni az együttműködést, az összhangot, és nem feltétlenül mindenáron magamat megélni, meg magamat megmutatni. Tehát mindenki, akinek túlműködése van, vagy olyan energiái vannak, amik finomításra szorulnak, ez bizony most meg fog mutatkozni, hogy ezeken a napokon a saját isteni énünkhöz is, vagy a felettes énünkhöz ki, hogy hívja, közelebb kerülhetünk, tehát a valódi nagy szándékunkat, a valódi küldetéseinkhez kerülünk közelebb, és ezek megvalósításához, tehát szintén itt is érdemes manifestálni. Az elmúlt évek milyen szépen fel voltak építve. Ugye tavaly azért borított rendesen az élet, amit csak tudott, és nagyon fontos, hogy maga az év, az nem január, december 31-ig tart, egy nézőpont szerint. Egy-két hónap eltolódás van nagyságrendileg. A kínai ünneplik ugye az új évet ezzel a újabb fajta dátuma. Jövőre már egy teljesen más minőségben tud folytatni az életedet. Tehát, hogy ahhoz, hogy te tudjál mondjuk ruhát venni magadnak, a szekrének ki kell pucolódnia, hát a tavalyi év erről szólt. Ha sok borult, akkor olyan téren lehet úgymond örülni, mert akkor ezek helyére fantasztikusan jó dolgok fognak érkezni. 2020-at fogunk írni. Ugye két darab kettes van benne, mi vagyunk hölgyek, a ketteskék, tehát tudjuk, hogy ez akkor a mi évünk lesz. Ugye a 20-as számú kártyalap megkétszerezve. Igen, ám csak, hogy az nem végítélet, hanem feltámadás. Tehát a végítélet lapjában semmiféle negatívum nincsen, de ha azt mondom, hogy végítélet, abban rögtön ott van ugye az ítélet, az ítélkezés, a negatívum. És lesz benne, lesz az évben valóban egy kis számvetés is, ezt majd megnézzük, mert nagyon érdekesek az állások. Ugyanakkor viszont én jobban szeretem azt, hogy feltámadás. Mert hogy azt jelenti, hogy valamiben újjászületünk, valamiben meg tudunk újulni. Akkor rögtön a 4-es számot kapjuk, ami nagyon érdekes azért, mert a számisztikusok nem nagyon szeretik ezt a számot, ugye a Szaturnusz számának gondolják, meg tehát mindenki mást mond természetesen róla. És én pont ezért szeretem, nekem a kedvenc számom a 4-es, mert lehet, hogy a megpróbáltatások meg a terhek száma is, de ezt tesz bennünket emberré. Tehát az, hogy itt a földi síkon élvezzük az életet, jól érezzük magunkat, elfoglaljuk magunkat, mint emberek, és céljaink legyenek, ez pont a 4-es fejezi ki a számomra. Az meg a császárlapja. Ugye a döntésképesség, a határozottság, a helyzetünk ura lehetünk ebben az évben, tehát próbáljuk így hozzáállni ehhez az új esztendőhöz, hogy a helyzetünk ura leszünk. De igazából, ha meggondoljátok, január 1-ével nem kezdődik semmi. Kénytelenek vagyunk január 1-ével számítani, semmi nem kezdődik el. És mégis nekünk el kell kezdenünk valamit. A valódi csillagászati új évet, ami mikor van, a nap kosba lépése pillanatában van, ami a 21. században mindig március 20-án kezdődik. Azt a kulcsszót adtam, vagy kulcs fogalmat adtam ennek az évnek, hogy a konzervatív, patrióta visszarendeződés. A pátriámat védem, tehát a saját hazámat, a saját környezetemet védem, mert az adja a közegemet. Hogy valami olyan dologról van szó, hogy én nem akarok egyből fejlődni, megváltozni, várjuk már meg, hogy mi lesz belőle. Tehát nem akarok egyből valamit azonnal elvetni, mert régi, és nem akarom egyből elfogadni, mert tök új és csiriviri, hanem engedjük már meg neki, hogy kibontakozzon, és nézzük már meg, hogy mi lesz belőle. Tehát ez a tánc van ott, hogy bak, vízöntő bak. Ugye teljesen másképp hat ezekben a jegyekben a két sorsbolygó. A Jupiter az mindenből sokat ad. A Szaturnusz pedig mindent megpróbál struktúrálni, visszafogni, akadályozni és bizonyos fokig, de alapokat teremteni a dolgoknak. Úgyhogy tulajdonképpen egyszerre hatnak, és ez nagyon izgalmas, ugye, hogy most ebben az évben is egy jegyben járnak, és majd a következő évben is ugye egyszerre, szinte teljesen egyszerre lépnek, és aztán ugye az a bizonyos nagy konjunkció, vagy szuperkonjunkció december 21-én a jövő évi napfordulón, pont a napforduló napján vízöntő 0 fok 30-on, vagy valahogy itt, tehát fél fokon jön létre, és majd el is kezdődik egy teljesen új 200 éves ciklus. A Jupiter és Szaturnusz együttállásai ugyanis nagyon-nagyon fontosak voltak a régieknek, mert azt mondták, hogy ekkor nyílnak a nagy kapuk. Tehát a kis kapuk azok ugye a teliholdak, újholdak, akkor jönnek át az általános lelkek, ugye jönnek ide le, vagy akik meghalnak, azok mennek föl.
csak akkor lehet, tehát nem lehet máskor eltávozni, csak ezeken a napokon. De 20 évenként együtt áll a Jupiter és a Szaturnusz, és ekkor jönnek az igazi nagy lelkek. Tehát azok az igazi fontos lelkek, az igazi fontos avatárok, általában mindig olyanok, akik a világ szempontjából előre viszik a dolgokat, és néha áldozatot is hoznak. Ugye tudjuk azt, hogy valószínűleg Jézus is egy Jupiter-Szaturnusz együttállás környékén, vagy abban az évben született. Ha megnézzük, hogy mit csinál ugye a Szaturnusz a Bakban, akkor azt látjuk, hogy alapokat teremt, struktúrákat teremt, és megpróbálja a régi megcsontosodott viszonyokat megmerevíteni, mert a Szaturnusz nem szereti a változásokat. Majd amikor átlép a vízöntőbe, az egy teljesen más dolog lesz, mert akkor ugye kénytelen lesz ő maga is változni. Szenved, ugye? Visszafogottabbá válik. Hát a Bakban az önbizalom az ugye kissé visszafolytódik, tehát igazából nem nagyon tudjuk, hogy pontosan milyen pozitív hatása van, ha csak az nem, ugye, hogy egy picit optimizmussal telíti a Bak energia mintázatát. A Jupiter az mindenből túl sokat ad, és mi tartozik a vízöntőhöz? Hát elsősorban ugye az ilyen hullámtermészetű dolgok, aztán az elektromos dolgok, a különböző ilyen mesterséges intelligencia, robotok, ezeket mind ide soroljuk. Csak ha Jupiter volna egyedül a vízöntőben, akkor itt bennünket egy perc alatt lecserélnének robotokra. Tehát ezt higgyétek el nekem. Tehát mázli, kaptunk 12 jó évet. Az Uranusz végig a bikában marad, ugye tavaly lépett át, és az Uranusz mindig robbant. Mit robbant? Hát a harmóniánkat, a pénzügyeinket, a szerelmi ügyeinket robbant, a biztonságra való törekvésünket robbantja. Ugye 84 év a keringés ideje, érdemes visszanézni azokat az éveket és ciklusokat, amikor éppen a bikában járt, azok sosem voltak túl jó időszakok. Ugye általában 7 évig tartózkodik az Uranusz egy jegyben, és ott mindig kőkövön nem marad. Ott minden összedől, és nem marad a roncsokon semmi. Tehát az Uranusz az a baj, hogy nem épít, csak lerombol. Néha erre is szükség van. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy talán lerombolja a régi banki szisztémákat, és erre vannak jelek, akkor lehet, hogy utána örülni fogunk, de amikor történik, az sosem kellemes, és az mindig forradalmakhoz és mindig felforduláshoz vezet. A Neptunusz a saját jegyében van, a halakban, a transzcendens élményeinket támogatja. Az alacsony rezgését éljük meg, és nagyon könnyű az alacsony rezgését megélni, akkor ugye mindaz, amit elhitetnek velünk, azt mi boldogan elhisszük, és hazudhatnak nekünk, és azt gondoljuk, hogy úgy van, és úgy az igazság. És még a következő, ez még 2021-ben is igaz lesz. Ugye a két nagyon viszonylag lassú mozgású bolygóról, az Uránuszról és a Neptunuszról van szó, egy 45 fokot csinálnak egymással, a 45 fok az előjelzésben pedig a frusztráció fényszöge. Miről szól egyébként egy Szaturnusz-Uránusz fényszög kapcsolat? Arról, hogy a világ ideológiai mítosza, Neptunusz, megváltozik, Uránusz. Amikor viszont 45 fok van, akkor nem tud változni, csak a régi még nem, már nem működik, és új meg még nincs. A legutolsó ilyen időszak egyébként pont az 1990-es évek eleje volt, amikor ugye a szocializmust eltüntették. A Plutó pedig ugye megint csak a Bakban jár, és amióta a Bakban jár, azóta a megcsontosodott hatalmi szerkezeteket próbálja átstruktúrálni, egész jó sikerrel, hogy hol helyezkedik el az ikrek és a nyilas. Ugye ez a tejút, amit szaggatott vonalat itt a középen látjátok, ez a galaktikus egyenlítő, ez a tejútnak a közepe, és a tejút az ugye az Istenek ösvénye. Két helyen metszi a tejút, a naputat, ugye az ekliptikát, az emberek ösvényét, a nyilasnál és az ikreknél, mert gyakorlatilag tejúti energia érkezik le hozzánk magyarokhoz, tehát nekünk azért nem kell soha félnünk, és ezért maradtunk meg, hogyha oda tudunk a szakrális hagyományainkhoz nyúlni, és tudjuk, hogy kik vagyunk, akkor nem tudnak ellenünk semmit tenni. És most ennek a kapujában vagyunk, ezt fogjuk tudni megkapni és megtanulni. Az ikrekkel egy teljesen másfajta ikrek mentalitást lehet megtanítani a világnak, nem a Káin és Ábel féle iker mentalitást, ami arról szól, hogy nézd meg, hogy ki a legjobb nálad, és azonnal öld meg, hanem mivel hunor és magyar azért küzdenek egymással, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból és a másikból is. Ez a január 1-i születési képlet. Hát ami nagyon érdekes és ami nagyon szembetűnő, az az elképesztő bolygócsoportosulás itt a Bakban. Ugye? Tehát egy ilyen eszelős tömeg van ott. Tehát ez azért egy elképesztő erő. A szerez a gondoskodó elv, a család energiája,
az IC a gyökerek, az IC is ott van, meg a Jupiter, meg a leszálló olcsomó, a múlt. Tehát itt egyértelműen erre mondtam azt, hogy nekem ez a fajta patrióta, tradicionális visszarendeződés, hogy menjünk már vissza a gyökerekhez. Hát már olyan mértékben őrült meg a világ, és olyan mértékben szakadtunk el a valóságtól, hogy ezt nem lehet sokáig csinálni. Tehát tessék visszamenni a gyökerekhez, az alapokhoz. Azt látod az aspektus táblázatban, hogy a személyes bolygók, amik ugye a hétköznapjainkat írják le, ott gyakorlatilag kizárólag szellemi fényszögek vannak. Semmi más. Mit jelent ez? Az eszünket kell használnunk. A zsenialitásunkra van szükség, arra a leleményre, ami nekünk magyaroknak mindig megadatik. Két fényadónak alig van fényszöge, tehát szinte fényszögtelenek, ilyenkor ugye mindig felértékelődik az, ami van. Azt is láthatod, hogy szinte nincsenek kemény fényszögek. Mindenféle ilyen lelki zavarokat tud okozni. Egyértelműen a kommunikációs fájdalmakról van szó, tehát valószínűleg tovább fog folytatódni ez a kommunikációs adókapok. Új ideológia hiányát, frusztrációt jelez, a régi már nem működik, új meg még nincs. Tehát ezek az egyedüli kemény fényszögek, amiket találtam ebben a képletben. Nézzük meg az energia mintázatát, mert nagyon izgalmas ez is. Abszolút minden lent van. Tehát nagyon-nagyon erőteljes rejtőzködés folyik. Tehát az év első pillanatában azt látjuk, hogy mindenki elbújt. Mindenki fedezékbe ment. Nem látjuk, nem akarunk látszani. Tehát, mintha az elit se akarná magát megmutatni, és mintha mindenki ilyen védekező, ilyen lövészárkokba ásta volna be magát, hogy nem mutatjuk meg magunkat, hagyjatok békén, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon izgalmas dolgot látunk, ugye elképesztő mennyiségű kardinális van, és az elemből pedig a Föld, tűzelemből egyetlen egy van, a Chiron, és ugye a Chiron a karmikus sebeinket leíró égitest, és ezt nevezzük, kedves karbasztrológus taroncok, minősített hiánynak, talán emlékeztek rá, tehát amikor semmi nincs abból az elemből, csak a Chiron, az azt jelenti, hogy az iszonyúan sérült. Mi a stűz? Az átalakítás eleme, az intuíció, inspiráció és átalakítás eleme, tehát ez azt jelenti, hogy a világ nem akarja használni az intuícióját, pedig milyen marha jó lenne, és nem tud átalakulni. Akkor rengeteg bakminőség is ezt jelzi, hogy tényleg egy ilyen abszolút megkötözött frusztrációs energia áll a rendelkezésünkre. A sorsomat be akarom teljesíteni, hogyan? Pallas Athéné bölcsességgel. Aztán van egy nagyon szép, csodaszép földátfutó trigonunk. Itt nagyon érdekes módon a három kommunikációs bolygó található. Egyszer ott van a Merkur, ami a hagyományos normális kommunikáció, az Uránusz, ami ennek a felsőbb oktávja, hogy ez a bevillanásszerű megvilágosodás, és a Transzplutó, ami az égi üzeneteknek a lehozásának a képessége, ugye a channeling, tehát a csatornázásnak a képessége, ez alkot egy föld trigon, tehát mintha azt mondaná, hogy ott van az információ, tanuld már meg, nézd már meg, járj utána, csatornázd már le, és csinálj vele valamit, teremts vele valamit a földi síkon. Az Eris a drasztikusan megváltozó külső körülményeken taurja a karmasztrológiában. Egy rendkívül lassú mozgású égitestről van szó. Évtizedekig van jár a kosban. Ez az égitest volt felelős azért, hogy a Brexit is megtörtént, meg Trumpot is beválasztották, mert egészen pontosan ugyanaz a konstelláció. Megmutatja, ez egyébként ennek az évnek a fő fényszörge. Mivel tudjuk oldani ezt a nagyon háborús energiamintázatot? Mert az Eris a drasztikusan megváltozó külső körülmények, tehát háborúk, sorscsapások, egyebek. A Saturnus-Pluto kombináció, akkor most már elmondom, az meg a halál kombináció. Ugye a két halálbolygó találkozik. A Saturnus-Plutót tartjuk mindig a veszteségeknek, a veszteség energiának. Ebben az évben nyilvánvalóan lesznek hatalmas veszteségeink, háborús veszteségeink, vagy külső energiából fakadó veszteségeink. A tudás fog bennünket kisegíteni. Az Uránusz a drasztikusan megváltozó külső körülmények, az Astrea pedig a karmatörés sorsváltoztatás égitestje. Úgy tudod majd ugye ezt a sorstörést, ezt a karmatörést levezényelni, hogyha kihasználod azokat a lehetőségeket, amik adódnak a számodra. Ez egy nehéz konfiguráció, ugyan nem annyira szívderítő ez a képlet. Az egyik oldalra egy kicsit ilyen lusta, egy kicsit ilyen ugye szellemi fényszögekkel teli energia mintázat a napnak, a holdnak alig van fényszöge. Ugyanakkor meg ott vannak ezek a nagyon durva külső bolygóállások, amik meg mindig azt mutatják, hogy a külvilágban, a külső térben lesznek a nagy dolgok, a nagy átalakulások. Egész évben jelen van háromszori bepontosodása egy Jupiter-Neptunus szextil. Ugye a szextilek azok a lehetőségeket hozzák be az életünkbe, az előrejelzésnél. A Jupiter mindenből sokat ad, a Neptunus meg az álmaink. És ez lehetővé teszi az álmaink megvalósulását.
Mert a Jupiter-Pluto az a szuper siker kombináció, nagyon egyszerű megérteni, hogy miért, ugye a Jupiter az mindenből sokat ad, azt a Plutónak meg sohasem minden megelegendő. Tehát amikor a Jupiter-Pluto rész pontosodik be, és háromszor pontosodik be, az mind lehetőség arra, hogy sikeresek legyünk. Quintileket vet. A quintil az ugye az egyik legfontosabb szellemi fényszög, ugye a zsenialitás, a tehetség fényszöge, és különböző módokon, különböző dolgokat tud a karmikus előéletünkből, a fájdalmainkból, a sebeinkből előhozni és átalakítani. Lesz sajnos egy olyan teljesen váratlan dolog. Önmagában is az a tény, hogy az Aries kvadrátot vet ehhez a Saturnus-Jupiter-Pluto együttállás, az meg ehhez a rengeteg mindenhez, láttatok azt a traffic jamet, hogy mi volt ott 22-23 fokon, ez még önmagában is elég rossz. De valami nagyon fura történik ebben az évben a Marsra. A Marsnak a keringési ideje 2 év. Időnként egy-egy jegyben beragad. És most ez történik a saját jegyével. Pont a saját jegyével, ugye, hogy egyrészt egyesül az Eris-szel, ami pontosan így történik a mitológiában. Ugye a mitológiai Eris, a békétlenség és a viszály démona, az pontosan Árésszal mászkál, ugye, Marssal, méghozzá úgy, hogy Eris bemegy valahova, ott békétlenséget szít és viszályt, és akkor jön Árész, és ugye rögtön kirobbantja a háborút. És ez történik. Ebben az évben ez történik. Tehát ez az év arról szól, hogy kussolnunk kell, vagy meg legalább 10-ig számolni, tehát ne dőj be, mert ki fog belőled piszkálódni mindenfajta békétlenség és vissza, és abból lehet egy háború. A Szaturnusz is a saját jegyében áll, ő ugye a nagy szerencsétlenség bolygója, a Mars is a saját jegyében van, az a kisebb szerencsétlenség bolygója, és ezek kvadrátban fognak állni. Remek. Tehát duplán is háborús helyzet van, duplán is küzdelem van, szerencsétlenség és egyebe. Mikor van a tényleges új év? Ugye tavaszpontnak hívjuk. És ekkor történik az meg, hogy minden életre kell. Azt látod, hogy a hangsúlyok azok teljesen eltolódtak, mert ugye az előző képletben itt volt lent minden, most viszont ugye minden a saját oldalamon van, tehát ez azt sugallja nekem, hogy ha a saját oldalunkon, a keleti oldalon vannak többség és égében az égitestek, már pedig itt bőségesen többségében vannak, akkor kezedbe veheted a gyeplőt. Viszont az összes személyes bolygó nálunk van. Csinálj, amit akarsz. Ne engedd, hogy mások éljék az életedet. Csinálj, amit akarsz. És ugye még mindig a föld dominanciája a jellemző, de legalább megjelent a Chiron mellett még egy tűz, hát persze hát a kosba lépett a nap, ugye? Tehát legalább megkapjuk az életerőt az átalakuláshoz. Már nem csak a szenvedést éljük meg Chiron, hanem tényleg az életerőt kapjuk meg, hogy csináljunk már valamit. Én csak a három kommunikációs bolygó. Nem egy magától ott lévő áldás, mint az átfutó trigon, küzdeni kell egy picit, de meg lehet oldani. Hogyan lehet megoldani? Uránusz a változásokkal, és ugye az Uránusz az a születés ura ehhez a téridő pillanathoz. Ez csak Budapestre érvényes, hogy itt ezen a téridő pillanaton, tehát a valódi évkezdetnél a Mars még támogatja ezt a sikert, a bölcsességet, támogatja azt, hogy hozzunk ki már valami jót is ebből az átalakulásból, és aztán mit csinál? Dezertál a dög, 3 hónap múlva bemegy a saját jegyébe, és azt mondja, hát inkább szövetkezem az Eris-szel, azt jobban tudom, tehát inkább bajt keverek. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy lezárul valami végérvényesen. Tehát én ezt úgy fogalmazom meg, hogy a rettenetes 20. század most zárul le. És most indul el a 21. Nem indult el a 20. század után. És már régességen el kellett volna kezdeni, most fog elkezdődni. Tehát le kell zárnunk a 20. századot, és el kell indultanunk a 21-et. Ideológiánk még nincs hozzá, de nem baj, kezdjünk bele, azt gondolom, ezzel a rengeteg kardinális energiával. Mert amit mindig mondok, hogy nekünk nem klímavédelemre kell, van szükségünk, hanem teremtésvédelemre. A teremtett világnak a védelmére van szükségünk, ezt kell megtennünk, erre kell odafigyelnünk. Az ember nem győzheti le a természetet, soha, semmilyen körülmények között, mindig a természet fog nyerni. Vagy együtt tudunk működni a természettel, harmóniában, vagy pedig nem, a természet le fog bennünket győzni. Ez az év erről fog szólni, nagyon remélem, hogy arról, hogy rájövünk. Hát érdekes összeállítást láthattunk, nem tudom, hogy ti mennyire éreztétek ezt jogosnak. Én nagyon sok ponton úgy éreztem. Nagyjából mindenhol elhangzott, hogy valamilyen globális változás lesz, egy irányváltoztatás, egy háborús helyzethez hasonló helyzet,
egy bezártság, ahol megemelkedik az igény a családdal töltött időre, az önfejlesztésre, és valamilyen szinten megváltozik a kommunikáció, akár a földi kommunikáció, illetve hogy megnövekszik a spirituális kommunikációnak a szintje. Ez az úgynevezett csatornázás. Ezt igazából nem csak magamon veszem észre, hanem gyakorlatilag valamilyen szinten a környezetemben is, bár az én környezetem a lehető legszigorúbban véve materialista, hogy mondjam. Egyre többen fordulnak valamiért, vagy valamilyen okból, vagy valamilyen formában a magasabb rendű ismeretek, bölcsességek felé. Nagyon erősen hat rám úgymond a hold elvileg, és én ezt érzem is egyébként, tehát amikor voltak az évben ilyen nagy hold, teli holdak, meg kettős holdak, meg kék hold, meg mit tudom én azokat én nagyon megéreztem az idén, szóval mind a jelenséget is, tehát például nem tudtam aludni, vagy nem tudom, rosszul voltam, vagy ilyenek, mint pedig magát a tendenciát az életembe, hogy tényleg utána ilyen vagy olyan változások bekövetkeztek így az életembe. Egyik videóban elhangzott az, hogy a földjegyűeket, főleg a bikát fogja a legjobban kizökkenteni a megszokott életéből. Hát ez abszolút hozta ezt a formát. A környezetemhez képest én tényleg jobban megéreztem azt, főleg az élet minőségem szempontjából. Korábban elképzelhetetlen volt számomra, hogy mondjuk ilyen dolgokkal foglalkozzak, vagy így, vagy ennyire felvállaljam a dolgaimat. Számomra ez a nagy változás, és igazából a vírus helyzet az csak ilyen koronát tesz rá. Belegondolva, 2018-ban indult így a legtöbb változás, az asztrológusok szerint, szóval, hogy ez egy ciklusnak a közepe, és valóban nekem a 2018-as év hozta szinte a legtöbb magánéleti változást az életembe, és ez folyamatosan azóta is jelen van, tehát iszonyú gyorsan változnak a dolgok, iszonyú nagyot fordul az életem szinte hónapról hónapra, és most ez lehet, hogy hülyén hangzik, de tényleg úgy érzem, hogy olyan erők hatnak rám, amit egyszerűen tehát minden ellenállásba belebetegszem. Most február 11-e van, valami portál nyílik megint egyébként, meg ugye számegyüttállás, meg nem tudom micsoda, és valami iszonyatos szél van. Meg kellett kapaszkodnom a korlátban, szó szerint így megcsúszott a lábam, vissza kellett lépnem, mert egyszerűen nem, és nem is voltam képes elindulni mondjuk egy ilyen fél percig, mert olyan erős széllökések voltak. Akkor döbbentem rá azt, hogy mekkora brutális ereje van a természetnek, és hogyha egy szélnek, egy ilyen láthatatlan dolognak ilyen hatalmas ereje van, hogy egyébként mit tudom én, egy jó időben, amikor lenne mondjuk 10 fok, képes olyan szinten lehűteni az egészet, hogy minden befagy, meg -2 fok van, meg -9 a hőérzet. Szóval, hogy igenis ezek a láthatatlan mozgások is óriási erővel képesek hatni ránk. Szerintem fel se fogjuk, hogy mennyire. Azt gondolom, hogy ez a tudományág, az asztrológia, ez általában igen erőteljesen el van nyomva. Zárójelben megjegyzem, lehet, hogy ennyire nem kéne. Elsősorban a gondolataink határozzák meg a tendenciákat. A gondolataink hatnak a következő időszakainkra. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a gondolat olyan szinten képes hatni a külvilágunkra, amit nem is gondoltunk volna. És a gondolat által generált világot vagyunk képesek leolvasni. Egy impulzust és egy érzést képesek, és annak a hatásait képesek úgymond előre látni, ami megjelenik a környezetünknek a legtávolabbi szintjein, a bolygóinkon. Valamilyen szinten az, hogy mi formáljuk a világot, azt az asztrológia léte nem cáfolja, amire a Földön élő 7 milliárd ember, illetve az összes életforma ezen a bolygón, amit kigondolt, az együttesen hat valahogy. Tehát, hogy van egy olyan felettes tudatunk, amit közösen irányítunk. Kollektívan, az egyének által
betöltött információk által irányítunk. Ne gondoljátok, hogy én ezzel az asztrológiai videóval azt próbáltam meg bizonyítani, hogy a sorsunk eleve elrendeltetett. Még hogyha vannak is olyan időszakaink, aminek a következményeit nem gondoltuk volna, annak a mozgatórugói is belőlünk vannak. Nyilván nem kell mindent elfogadni és készpénznek venni, én erre nem is buzdítalak titeket, és a csaloktól meg végképp óva intelek titeket, de szerintem érzékelhető volt a minőségi különbség egy-egy ilyen asztrológiai előrejelzés között. Én bíztatlak titeket, hogy a minőségi tartalmakat nyitott gondolattal nézzétek meg ti is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha esetleg még szeretnétek hasonló témákat boncolgatni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, illetve az ezzel kapcsolatos gondolataitokat nyugodtan osszátok meg. Sziasztok, legyen boldog 2021-es évetek!